Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus a Galilea tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre és leült. Nagy sokasság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat, meg sok más beteget, és lába elé tették őket. Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak, a vakok látnak, elámult, és magasztalta Izrael Istenét. Jézus ekkor összejött a tanítványét, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet, mert harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton. A tanítványok erre megjegyezték. De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? 7, és néhány pár halom, felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjenek le a földre. Aztán fogta a 7 kenyeret és a halat, hálát adott, megtörte, odaadta a tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután minnyájan ettek és jól laktak, 7 kosár kenyér maradékot szedtek össze. Toho času Jesus prišao do Galilejskog mora i podnjavši se na horu sjel tam. I prišla do njega velika ljudba ljudi, majući s sobou krevih, slijepih, kalik, nimih i bagato inših, i poklali jeho do njih. Він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. Ісус, покликавши своїх учнів, сказав їм, «Жаль мені цих людей, бо вже 3 дні перебувають зі мною, і не маю що їсти, не хочу відпустити їх холодними, щоби з часом у дорозі не слабили». Та учні кажуть йому, звідки нам узяти в пустині стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? Ісус запитав, скільки хлібів маєте? Вони сказали, 7 і декілька риб. Звелів людям сісти на землю. Він узяв 7 хлібів і рибу та промовив подяку, розламав і дав учням, а учня – юрбі. Усі поїли і наситилися, і зібрали шматків, що залишилося 7 кошиків. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az apostolok csodálkoznak azon, hogy Jézus azt mondja, hogy adjunk kenyeret. De hogyha megfigyeljük a választ, azt mondják, hogy de honnan szerzünk a pusztában ennyi kenyeret, hogy ennek a népnek adjunk? Nem azon csodálkozik, hogy sokan is vannak, de inkább azon, hogy honnan vegyenek kenyeret. Vagyis a válaszban benne van, hogy már több alkalommal Jézus segített az embereken, és tudjuk, hogy legalább mi 2 alkalmat tudunk az evangélium, az egyikben, hogy 12 kosár maradékot szedtek össze, a másikon meg 7 maradék kosár, és amikor egy alkalommal azon vitatkoznak, hogy nem vittek kenyeret, akkor Jézus megkérdezi, még mindig nem hisztek, nem láttátok a csodát, hogy akkor ennyi maradékot szedtünk össze, ott meg ennyit, még mindig kételkedtek, féltek. Nekünk is áll ez a kérdés, vagy én szegezem nektek ezt a kérdést, nem Jézus, még mindig nem hiszel, ennyi évet leéltél, és olyan sokszor megsegített téged Jézus, olyan sok csodát tett az életedben, és most van az a nap, vagy holnap lesz, hogy elkezdesz kételkedni. Ne kételkedj, testvérem. Újra és újra Jézus bizonyítja, hogy gondja van rád, még ha lehet, hogy nem úgy, ahogy te elvártad volna, vagy szeretnéd, de mindig megsegített, és meg fog segíteni.
higgyed, ez legyen a mai evangélium örömhír számodra. Jézus megsegít, és mindig megsegít. Ne kételkedj.